Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A második fordulót is lejátszották a csapatok a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályában. A tavalyi ezüstérmes és bronzérmes egymással találkozott a második fordulóban. A Mercurius Tours és a Bombom Bolt összecsapása komoly csatát ígért. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának második fordulójában a Bombom Bolt és a Mercurius Tours találkozik egymással, kék mezben, sárga csíkkal helyenként a Bombom Bolt, míg piros kékben a Mercurius Tours, amely csapat egyébként az elmúlt bajnokságban még Fapados Söröző néven szerepelt. A pontvadászatban Revelant húzta le a labdát, egybeévedést követően a Bombon összeállítása Majzer a kapuban, Molnár Csaba, Határ Csaba, Komáromi Zoltán, Fésű Gábor, Csucsánszki Zoltán és még nevezett Juhász Gyula, valamint Ruzics Gábor. Őket nem látom jelenleg a pálya szélén, mint cserejátékosok. A Mercurius Tours a kapuban 13-as számmal Revelant Zoltán, előtte pedig 7-essel Balog Árpád, Kocsis Balázs, Tújner Viktor, Vékony Tamás, Kulcsár Zsolt, Gurmai Sándor és Krell Tamás. Természetesen itt sincs mindenki a pályán. Cserejátékosokat ők sem vonultattak fel a találkozóra. A Bombom Bolt és a Mercurius Tours is az előző bajnokságban, a 2000-2001-es pontvadászatban egyaránt a bajnoki címért küzdött sokáig, aztán a végén már a csapatok elfáradtak, vagy már nem úgy alakult a bajnokság sorsa, hogy azt ők gondolták. A Bombon a harmadik helyen végzett, 39 ponttal, azonos pontszámmal előzte meg őket a Turul Line. A Fapados Söröző pedig a negyedik pozíciót foglalta el a tabellán a bajnokság végén, ők 36 pontot szereztek. Az első fordulóban mindkét gárda győzelmet aratott. A Turul Line a Bádogost verte 3-1-re, a Bombom Bolt pedig a Suni és barátait egy igen gólgazdag és változatos mérkőzésen 9-5-re lépte le. A harmadik percben járunk, különösebb gólhelyzet még nem alakult ki egyik oldalon sem. Fésű a labdával. Molnár. Csucsánszki kapja. Határ egyből Fésűhöz, aztán Csucsánszki veszi át a labdát. Ellövi, óriási kapufa. Revelant úszott a levegőben. Csucsánszki lövése azonban a kapufán csattant. Komáromi. Csucsánszki tartja. Tújner. Komáromi hozza ki. Molnár. Becsapja őrzőjét. Revelant pedig fogja a labdát. Vékony. Majzerről hagyja el a labda a játékteret, Vékony a kapuban köt ki, kiharcolt egy szögletet. Tújner végzi el a sarokrúgást. Mindenki előtt elgurul a labda. Csucsánszki. Komáromi. Fésű. Molnár. Balog őrzi. Fésű kapja, elővi, és ott az első találat. 4,5 percet kellett várni az első gólra. A találkozón Fésű lőtte ki a jobb alsó sarkot, egészen pontosan a kapufáról vágódott a hálóba a labda. 1-0 tehát a Bombom Bolt javára.
Reveland íveli ki a labdát, amit Csucsánszki könnyedén húz le. Fésű egyből lőtt a kapu fölé. Balog. Vékony. Krell. Nem értették meg egymást a játékosok. Csucsánszki. Molnár. Csucsánszki. Ketten léptek ki rá, aztán Fésűhöz emeli a labdát. Balog bedobása. Tujner. Csucsánszki szerel könnyedén. Fésű. Csucsánszki kapja, eladja a labdát. Aztán Balog egy szép csellel indul. Tujner. Levágódik lövése Komáromiról. Kulcsár lőtt. Levágódott lövése. Kulcsár. Vékony, már kisodródva próbálta középre passzolni a labdát. Nem volt erő a lövésben. Komáromi nem találta el a labdát. Molnár gurította vissza neki lövésre. Balog. Nyolcadik perc kezdődött a találkozón, 1-0-ás bombom vezetés. Csucsánszki hozza fel a labdát. Cselezget, aztán három ember között már nem tudott elmenni. Kulcsár. Vékony. Lövésre vállalkozott váratlanul. Nem, lövése célt tévesztett. Fésű. Molnár. Felpörgette Komáromi. Szép akció. Reveland. Gól. Igen, szerencsés gól volt, hiszen kétszer is a kapufát érte a labda. Aztán Reveland kapus hátáról vánszorgott át a gólvonalon a játékszer. Kis Lajos játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy a labda teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon. Így már 2-0 a bombon javára, a gólszerző pedig Komáromi. Krell. Óriási kapufa. Fésű. Balog. Krell. Vékony. A Mercurius Tours tavaly óta, ha lehet mondani, akkor meggyengült. Többen is búcsúztak a kispálya küzdelmeitől. Természetesen a bombomboltban is vannak hiányzók. De a kékmezesek talán egységesebb csapatot tudtak felállítani az idei bajnokságra. Fésű.
Csucsánszki. Az imént a Mercurius Tours nem végezte el szabályosan a bedobást, illetve azt a bedobást, amit ugye rúgni is lehet az oldalvonal mentén. Így a bombombolt hozhatta fel a labdát, ők vezethettek támadást. Csucsánszki. 11. perc, 2-0-ra vezet a bombombolt. Fésű. Komáromi. Komáromi kapja Csucsánszki bedobását, határ vállalkozhat egy kapáslövésre, és Krell hátáról vágódik ki a labda. Szöglet. Csucsánszki szöglete. Bedobásra váltja. Juhász, fésű fejjel elnézést. Juhász középen várta a labdát. Komáromi. Fésű. Határ. Elgurul a talpa alatt. Sakmat helyzet lett volna, hogyha le tudja kezelni a labdát Határ Csaba. Krell. Csucsánszki. Komáromi. Járatja a labdát a bombombolt. Fésű, Csucsánszki, Határ, Krell ért oda. A 13. percben járunk, Csucsánszki szerelik. Komáromi szerzi vissza, és jól tartja eddig a játékszert. Fésű, Juhász. Fésűnek gurította vissza, aki elveszti a bőrgolyót. Vékony. Balog. Nem volt erő a lövésben, és nem is helyezte jól a Mercurius játékosa. Csucsánszki adta haza, ezzel kellemetlen helyzetbe hozta kapusát, Majzert. Krell. Balog. Vékony. Bújner lövi rá. Nem sokkal került el a kaput. Juhász. Fésű. Komáromi. Kujnert csapja be, aztán ellövi a labdát kapura, Revelant hárított. Csucsánszki, ismét Revelant. Az, aki megmenti csapatát, az újabb kapott találattól. Fésű. Vékony szereli hidegvérrel, aztán Határ szerzi vissza a labdát egy lövőcsel. Juhászhoz passzol, Juhász, Revelant ismét, óriásit véd, aztán birtokba veszi a labdát. Balog. Mercurius javára járt a szabadrúgás. Tujner. Krell. Krell Tamás futtatta Vékony Tamást. Nem érte be. Fésű.
Komáromi. Csucsánszki. Elgurul a labda. Balog. Krell. Balog. Vékony. Nem érkezett játékostárs középen. Komáromi. Elnézést kérek, kedves nézőink, most kell helyesbítenem. Az imént elnéztem papírjaimat, amikor közöltem a két csapat első fordulóbeli eredményeit. A Mercurius Tours nem győzött 3-1-re, hanem vereséget szenvedett, még pedig a Klub Fece ellenében 4-2-re maradtak alul. Komáromi, Csucsánszki. Fésű fel az égbe. Krell. Tujner. Határ. Csucsánszki. Határnak passzolta vissza a labdát, ám az nem jutott el a kiválasztott csatárig. Csere közben a Mercuriusnál Kulcsár sétált le a pályáról, és helyére 9-essel Kocsis Balázs állt. Most kapja a labdát Kocsis. Vékony. Ellövi távolról, Majzer tenyereli ki a labdát. Fésű. Komáromi. Határ nem találta el, aztán Juhász lő a kapu mellé. Első félidő 18. perce, 2-0-ás bombon vezetésnél a Mercurius vezethet támadást. Tujner. Vékony. A vonal előtt tartja, aztán Komáromi lövi ki. Pöccinti ki az oldalvonalon túlra a játékszert. Krell pedig kapura próbált fejelni. Ez nem sikerült neki. Csucsánszki. Komáromi. Csucsánszki kapja vissza. Komáromi nagy labda. Revelant hárít. Csucsánszki remekül vette észre Komáromit a hatos vonalon. És hajszálpontos labdát adott. Fésű. Majzernek kell kisegíteni. Krell pedig nem találta el a labdát, lecsúszott a lábáról. Komáromi. Mellé. Vékony, mellel vette át, és fordulatból fantasztikus, szép gólt lőtt a bombon kapujába. A hosszú indítást Vékony Tamás vette mellel maga elé. Aztán nem várta meg, amíg a játékszer lepattan a földre, hanem egyből lőtt, és jól döntött. 2-1 tehát a 20. percben. Határ. Komáromi. Komáromi viszi el a vonal mellett.
Csucsánszki végezhet el szabadrúgást. Csucsánszki határközépre nem érkezett befutó játékos. Ismét szabálytalan a pontrúgás. Így a Bombon dolgozhat ki gólhelyzetet. Csucsánszki bedobása. A labda ugyan a hálóban köt ki, ám a gól ilyenkor érvénytelen, hiszen nem ért bele senki a bedobás után. Tuiner. Előtte a kapu előtt keresztbe a labdát. A két együttes a 2000-2001-es bajnokságban már találkozott egymással egyszer, 2-2-es döntetlent játszottak, és az őszi idényben 4-2-re a Mercurius Tours, akkor még Fapados Söröző diadalmaskodott. Balog. Határ. Komáromi. Kocsis. Balog lövi el, Majzer hárít. Vékony szöglete. Ismételhet. Tuiner lábán perdül tovább a labda. Komáromi. Csucsánszki ellövi mellé. Tuiner. Fésű. Balog. Csucsánszki. Juhász perdíti fel. Tuiner. Fésű előzte meg Vékonyt. Fésű lövi el mellé. 23. perc, 2-1 a Bombombolt javára. Fésű. Határ. Komáromi. Határ. Csucsánszki, majd Komáromi a labda útja. Kocsis. Tuiner. Balog. Határ szelidítette meg a labdát. Aztán Balog lépett közbe. Komáromi. Vékony lőtt kapura, Majzer vetődve hárított. Marad a labda a Mercuriusnál, hiszen szabadrúgást végezhetnek el a kaputól mintegy 12 méterre. Kocsis ott hagyja a labdát. Tuiner követeli a 3 métert. Tuiner lövi el mellé.
Most járt le a rendes játékidő. Az első félidő 25 perce. Talán az utolsó momentum, a bedobás. Csucsánszki hazadobja. Majzer birtokba veszi a labdát, és most dobja ki. Molnár fejel még kapura, Revelandnak ez csemege. Kocsis, és most van vége az első félidőnek, 2-1-re, tehát a Bombombolt vezet. Megkezdődött a második félidő. Balog. Tújner kézzel vitte el a labdát. Juhász engedte ki a labdát. Balog. Tújner. Balog. Egy újabb szabad rúgás Merkurius javára. Balog a labda mögött. Csucsánszki és Molnár alkotja a két személyes sorfalat. Balog ellövi, levágódik. Aztán Molnár indulhatna meg. Még tartja a labdát. Jól tette maga elé Tújner. Lába azonban belepiszkált. Komáromi. Ellövi. Reveland védett nagyot. Komáromi. Juhász perdíti át a másik oldalra. Ám ott nem tartózkodott játékos társ. Balog. Kocsis. Tújner. Kocsis középre. Komáromi emeli ki. Molnár. Csucsánszki. Juhász. Szép játék lett volna. Molnár azonban a háta mögé kapta a labdát. Krell. Balog. Komáromi hozza el. Jó a csel, aztán a passz már nem volt pontos két ember közé. Revelant kirúgása. Tújner leveszi, ám már nagyon kisodródott, nem tudott kapura fordulni vele. Komáromi. Balog szerelt szépen. Fésű lépett bele a lövésbe. Krell. Nagy gól! Krell lőtt el a félpálya közepéről. Beleért talán egy bombonláb. Ez megzavarta Majzert, aki csak a kezeit felemelni tudta a lövést hárítani. Azonban nem. Így a második félidő, harmadik, illetve negyedik percében már 2-2 a mérkőzés állása. Krell a gólszerző. Komáromi. Mellé. Szöglet. Molnár szöglete. Tújner hozhatja el a labdát. Juhász. Csucsánszki. Komáromi. Az utolsó pillanatban ért oda az ötös számú kulcsár.
Egy újabb szöglet. Csucsánszki. Krell. Komáromi. Állította meg a labdát középen. Mellé. Kulcsár pörgette fel. Komáromi szerelte. Időleges volt azonban a labdaszerzés, hiszen Krell indulhatott ismét a bombon kapuja felé. Tujner bedobása. Kulcsár, aztán Kocsis találta el Juhász lábát. Fésű. Kocsis szerelte. Fésű bedobása, a Molnárnak magas. Krell. Kocsis. Csucsánszki szerzi meg, aztán tartja a labdát. Kocsis visszahúzta, érzésem szerint Csucsánszkit, mehetett tovább a játék. Kétperces kiállítás. A bombon együtteséből Fésű Gábornak kellett elhagyni a pályát. Két percig ember hátrányban, tehát a bombom volt. Vékony. Tujner. Vékony. Balog lövi el, Molnár lépett bele a lövésbe. Krell. Balog még elérte a vonal előtt. Juhászról vágódott le. Krell kapja a labdát. Nem értették meg egymást. Kocsis. Balog. Krell. Komáromi hozhatja fel a labdát. Komáromi még Csucsánszkihoz passzol. Csucsánszkit lökték. Komáromi. Csucsánszki. Molnár Csaba. Dekázgat a hatos vonal előtt. Aztán kihozza a kapu előteréből. Majd pedig hazapasszolja a labdát. Majzer kapura lövéssel próbálkozott saját kapujából. Revelant lehúzta a labdát a kapu előtt. A második félidő 8. perce, 2-2-es. Döntetlen eddig az állás. Fésüvetődött közbe. Fésű. Molnár. Csucsánszkit futtatja Csucsánszki, Komáromi, eltotajázták a lehetőséget. Krell, a visszaérő Molnár Csaba hozza el a labdát. Molnár tartja még. Krell, Revelant, előre vágja, Juhász fejeli ki. Tujner bedobása, vékony, helyet csinált magának, aztán kapura fordult, lövése azonban messze elkerülte a kaput. Komáromi. Határ. Kocsis állítja meg. Kulcsár. Tujnernek tovább, Tujner jobbal, Majzer véd.
Pújner szöglete. Kocsis az oldalhálóba lő. Az első félidőben a bombombolt birtokolta többet a labdát. Azonban a második játék részben már a Mercurius Tours úgy érzem átvette az irányítást és egyenlített. Azóta is ők vezetik a veszélyesebb támadásokat. Kulcsár. Majzer. Csucsánszki. Fésű. Oldalháló. 35. perc, 2-2. Kocsis. Majzer jön ki a kapujából, és már csak lábbal érhetett bele, hiszen a hatoson kívülre érkezett. Reveland. Kulcsár fejjel középre. Vékonynak magas volt a labda. Pedig vékony sem kistermetű egyéniség. Komáromi. Csucsánszki. Komáromi. Balog fordulhat. Balog még. Tújner. Molnár szerzi vissza labdát. 3-2 ellen Molnár Csaba. Csucsánszki a jobb oldalon egy lövőcsel, aztán utána vállalkozott lövésre. Vékonyról vágódott szögletre a labda. Csucsánszki szöglete határ elől tisztáz Kulcsár. Tújner. Komáromi mellett megy el, és Majzernak kellett lábbal hárítania. Tújner. Vékony. Fölé. Fésű. Csucsánszki. Balog. Tújner. Komáromi. Fésű. Határ fésüve játszik össze. Kocsis lépett közbe. Fésű nagyot esik. A játékvezetők úgy ítélik meg, hogy mehet tovább a játék. Komáromi. Vékony ostromolta Komáromit. Csucsánszki. Fésű. Komáromi. Határ. Csucsánszki. Vékony szerel. Molnár. Fésű. Balog. Fésű elhúzza Balog lábát, mehet tovább. Majzer. Határ. Jó volt a csel, aztán Balog önfeláldozóan vetődik közbe. Határ. Csucsánszki. Molnár. Csucsánszki lövi el mellé. Reveland kirúgása. Fésű fejeli vissza. Csucsánszki csúsztat. Molnár pedig kirúgja a labdát. Vékony. Molnár. Csucsánszki. Komáromi vékony előzte meg. Határ. Kulcsár szereli. Mehet tovább a játék. Vékony nagyot esett. Fésű. Molnár. Tújner majdnem a saját kapujába talált.
A kapufára lőtte a labdát. A hátra igyekvő menteni készülő játékos. Határ, Molnár. Fésű. Csucsánszki. Komáromi tovább, Határnak, aztán Komáromi csinál egy cselt, Revelant pedig fogja a lövését. 15. percben járunk, tehát 10 perc van hátra a találkozóból. 2-2 az állás, és mindkét csapat döntésre akarja most már vinni a dolgot. Kocsis bedobása, Kulcsárlő a kapu mellé. Feszült hangulat uralkodik a pályán. Fésű. Csucsánszki. Juhász. Balogh szereli. Csucsánszki. Elővi, Revelant tornázta ki a labdát a bal felső sarok elől. Második félidő 16. perce, Csucsánszki szöglete. Fésű próbálkozott egy lövéssel, levágódott. Revelant. Ott nem volt játékos. Fésű. Kulcsáról hagyta a labda a játékteret. Csucsánszki bedobása. Vékony. Komáromi. Fésű. Csucsánszki. A kapu mellé lő. Krell. Fésű vágja ki a felperdített labdát. Majzer. Kocsis lökte Juhászt. Csucsánszki végezte a szabadrúgást. A rövid sarkot választotta. Revelant azonban résen volt. Majzeri a labda. Komáromi. Komáromi még mindig. Csucsánszki a 9-es vonalnál. Revelant tenyerelte ki. Aztán Komáromi lágyan középre akarta passzolni a játékszert, ám az levágódott. Újabb bedobás, Csucsánszki. Fésű lábára próbálta varázsolni a vörgolyót. Komáromi. Vékony szerez labdát, Vékony, Majzer kuki kapujából. Komáromi. Fésű. Letámadott most a Mercurius, ez zavarta meg Fésű Gábort. Revelant. Balogh. Kocsis. Vékony. Elővi, és ott van a Mercurius Tours vezető találata. Vékony egy kapura lövéssel próbálkozott, az elkerülte ugyan a bombon hálóját, ám Kulcsár lépett közbe a második félidő 19. percében, és megszerezte a vezetést a Mercurius Tours javára. Komáromi.
Csucsánszki. Molnár bedobása, Reveland érkezett ki a kapujából, jókor. A Bomboltnak minden bizonnyal jobb játékra lesz szüksége, hogyha a célkitűzésének megfelelően akar szerepelni, miközben fésülött kapura nem sokkal ment mellé, hiszen a Bombombolt célkitűzése egyértelműen a bajnoki cím. Vékony. Komáromi őrzi, aztán Juhász is odalépett. Fésű. 5 perc van hátra a találkozóból. 3-2-es Mercurius vezetés. Játékvezetői feldobás. Vékony adja vissza a labdát. Fésű. Vékony veszi el tőle a játékszert erőszakosan. Vékony még, ketten támadják, Komáromi szerelt. Ám ki gurult a labda az oldalvonalon túlra. Vékony bedobása, Kulcsárfejjel, Majzer véd. Kulcsár. Bedobással folytatódhat a játék. Kulcsár át a túloldalra. Kocsisnak hosszú. Negyvenhetedik perc. 3-2-re vezet a Mercurius Tours. Szöglet. Juhász végzi el a sarokrúgást, Fésű pedig nem volt elég gyors ahhoz, hogy kapura tudjon lőni. Jól védekezik a Mercurius most. Fésű estében nem találta a labdát. Reveland kirúgása. Kulcsár csúsztatott. Komáromi. Kulcsár. Vékony. Vékony még. Komáromi érkezik oda. És szereli. Komáromi. Határ. Csucsánszki. Balog. Fésű. Komáromi. Kulcsár. Kapu mellé lő. Másfél perc van hátra a találkozóból, a rendes játékidőből. Komáromi, Balog csúszott be, szabadrúgás. Csucsánszki végzi el a szabadrúgást. Legurítja Komáromi, Reveland! Fantasztikus védés volt. Óriási gólszerzési lehetőség a Bombon előtt. Molnár. Határ. Reveland. Kocsis a kidobással. Elpattant tőle a labda. Komáromi. Az utolsó percben járunk. Krell szerel. Krell még.
Kocsistól kapta vissza Krell, Majzer véd. Fésű. Fésű húzza meg, és Balogh szerel könnyedén. Krell, Balogh kapja vissza, hosszan tolja meg. És most van vége a találkozónak, tehát 2-0-ról tudott fordítani a Mercurius Tours. Az első félidőben Fésű és Komáromi szerzett vezetést, a Bombomboltjavára 2-0-ra vezettek, tehát aztán Vékony révén 2-1-re alakította az eredményt a Mercurius, és a második félidőben pedig csak a piroskékek szereztek gólt. Krell a második félidő negyedik percében és Kulcsár a 19. percben fordított. Itt tehát a végeredmény. Mercurius Tours Bombom volt 3-2. A fordulatos mérkőzésen kívül 6 találkozót játszottak még az első osztályban. Most lássuk ezeknek a mérkőzéseknek az összefoglalóját. A fészeképítők C plusz V találkozó nem úgy kezdődött, ahogy ezt a papírforma alapján sejteni lehetett volna. A fészek szerzett vezetést. A C plusz V idézőjelben öregei megfordították az eredményt, ám a félidő zárása előtt egyenlített az újonc. A második játékrészben már a rutinosabb C plusz V akarata érvényesült, és 5-3-ra nyerte a találkozót. A Gallon Kft. Cooper SC találkozónak a VOK adott otthont. Az első osztályú tagságot kiharcoló Cooper egyenrangú ellenfélnek bizonyult. A Gallon Kft. Az első fordulóban a címvédőtől szenvedett vereséget, így jobb alkalom sem adódhatott volna számukra, mint hogy az újonc ellen gyűjtsék be első pontjaikat. Nos, ez nem sikerült. A szorosnak mondható találkozón a Cooper kemény falatnak bizonyult, olyannyira, hogy a Gallon nem is bírta megemészteni. A végeredmény Gallon Cooper 2-4. A Korál Kupveca összecsapáson egy szabadrúgásból szerzett vezetést a majdhogy nem idegen pályán játszó Kupveca. A fehérmezesek irányítottak, a Korál csupán távoli lövésekkel operált, ami nem veszetett eredményre. Egy szabadrúgás után a Feca növelte előnyét. A futballkedvelők körében ismerős arcot, a Vidi brazil légiósát Leót is érdekelte a kispálya. Úgy tűnt, az állított szituációk vezettek eredményre ezen a találkozón, hiszen a Korál egy bedobás után szépített. Az első játékrészben ezután csak a kapusokat tornáztatták mindkét oldalon, így 2-1-es Kupveca vezetésnél fordulhattak a csapatok. A második félidőben a Korál bátrabban támadott, így kiegyenlítettebb lett a játék. Ennek meg is lett az eredménye, a kékmezesek egalizálták ellenfelük előnyét. Eme találat leginkább a Kupveca játékosokat tüzelte fel, és egy parádés akció végén ismét vezetésre tettek szert. Sőt, az előnyt meg is tudták fejelni egy újabb góllal. A Korál a végén még felzárkózott, ám egyenlítésre nem futotta erejéből, így a találkozót 4-3-ra nyerte a Kupveca. Nagyon nehéz volt, azt képest, hogy nem voltunk, meg nagyon sokan hiányoztak a csapatból, kapusunk sem volt meg. Küzdöttünk, megpróbáltunk mindent megtenni, ennyire tellett sajnos. Mivel lehetett volna megverni a Kupvecát? Kicsit gyorsabb passzokkal, lapos játékkal ívelgettük a labdát néhányszor, és ez nem ment. Nehéz ellenük játszani? Nehéz, agresszívek, nagyon kicsit durvák is, de gratulálok nekik. Nagyon nehézre sikerült, azt hittük simán lesz, az elején 2-0-ra vezettünk, de aztán feljöttek. Szokásunk a szívem, megint kaptunk egy gólt, ami saját hiba, bedobásra gondolok. Nagyon felhozta az ellenfelet, mi kicsit meg is zavarodtunk. A kollégád, az ellenfél játékosa nehezményezte a stílusotokat? Nem tudom, mire gondolt. Nem volt semmi különös az a meccsen, barátságos találkozónak nézett ki belülről. A Turulány Fedél Kft. Összecsapáson nem kellett sokat várni az első találatra. A Fedél egy szöglet után szerzett vezetést. A gól után egy perc alatt Turul büntetőt végezhetett el, amit a kékek új szerzeménye értékesített is. Ez a tény, na meg a végleges kiállítás annyira megzavarta a Fedélt, hogy rögtön a hetes után újabb gólt kaptak. Az emberelőnyt a Turul remekül használta ki, harmadszor is a Fedél kapujába talált. Ekkor már eldőlt a mérkőzés, csupán az volt a kérdés, a Turul mekkora különbséggel zsebeli be a 3 pontot. A Fedél becsületére váljon, hogy nem adta fel, s 4 mezőnyjátékossal is végig küzdötte a találkozót. A nagy gólarányú vereséget nem tudta elkerülni a Fedél, a Turul 13-3-ra nyert. Fél év után tértem vissza ismét, hát szeretnénk megint még a tavalyinál is jobban szerepelni, tehát ismét az első helyre szeretnénk odaérni. Ezen a mérkőzésen nem volt nagy az ellenállás a kiállítás révén. Jogos volt a kiállítás, véleményed szerint? Igen, a kiállítás maga jogos volt, a büntetőt nem tudom, nem láttam az igazság, de utána a kiállítás az jogos volt, mert bíró cidalmazta az ellenfél játékosa. Mi a célkitűzés?
Hát célkitűzés a dobogó, és azon belül szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Jogos volt szerinted a kiállítás, a végleges kiállítás? Hát maga a kiállítás az már jogos volt, mert akkor tényleg csúnyát szóltam, de előtte azért ez a szerintem bírói tévedés nem egy egyszerű bedobást ítéltek fordítva, hanem nagyon, nagyon durván, és hát azt sajnos már nem bírtam megállni szó nélkül. Becsületére válhat a csapatnak azért, hogy tovább küzdött és nem vonult le a pályáról? Igen, mindenkinek az volt a véleménye, hogy azért jöttünk, hogy játszunk, a körülményekhez képest mindenki kiadta magában, ami volt, és azért jöttünk, hogy játszunk, csak hát sajnos ilyen szerencsétlenül sikerült. A Süni és barátai Blue hétfő összecsapáson két nyeretlen csapat találkozott egymással. Ehhez tartották magukat az együttesek, illetve arra törekedtek, hogy a második fordulóban már hárommal gyarapítsák pontjaik számát. Mindkét kapu előtt sok helyzet alakult ki. A Blue hétfő szerzett vezetést, amit a Süni a játékrész végén kiegyenlített. A második félidőben ugyanott folytatták az együttesek, ahol az elsőben abba hagyták. A kapufák és a kapus bravúrok, no meg a lendületes mezőnyjáték mellett a találkozó utolsó harmadában a Blue hétfő ismét előnyre tett szert, amit a Süni már nem tudott egalizálni. A 2-1-jel így a Blue hétfő megszerezte első győzelmét, a Süni viszont továbbra is nulla ponttal várja a folytatást. Végre megvan az első győzelem. Hát végre megvan. Nagyon nehéz volt. Az ellenfél nagyon jól játszott, és végre mi is elfáradtunk. Három pont megvan. Az biztos, hogy küzdelmes kis mérkőzés volt. Hova várja a csapat a befejezést a bajnokságban? Hát tavaly majdnem kiestünk. Hát ilyen szeretném mondjuk 5-től 8-ig végezni, vagy előrébe picikét. Meglátjuk majd. Úgy néz ki, hogy rossz szériában vagyunk, mert nem akarok mindig arra hivatkozni, hogy nem jött el az egész csapat, de most is a fele edzésen volt, és elég meghatározó játékosok. Ellenfélből azért volt 4-5 csere, aki frissíteni tudott. Hát sajnos nem lőttük be helyzeteket, ők megint bevertek 2-t. Csupán ezzel lehet magyarázni a vereséget? Hát nem csak ezzel, de hát nem tudom. Végül is másokat most nem látunk, mert próbáltunk, küzdöttünk, amennyien voltunk mindenki azért becsülettel. Ma ennyi jött ki. A Széphő Szeder Bádogos összecsapást a pályaválasztó az első fordulóban elért döntetlen után várta, míg a Bádogos számára csak a győzelem lett volna elfogadható eredmény, hiszen a Nyitányon pont nélkül hagyták el a játékteret. A zöldmezes Bádogos már az első percekben döntésre akarta vinni a dolgot, s bedalált a Széphő kapujába. A fehérmezes újonc a gólra gyorsan tudott válaszolni, és azután már nem találta a Bádogos ellenszerét. A tavalyi 8. emberelőnyből ismét megszerezte a vezetést, sőt előnyét tovább növelte. A második félidőt a Bádogos kezdte, mégis a Szeder szépített. A Bádogos egy büntetőből visszaállította a 3 gólos különbséget, ezután a zöldfeketék már nem figyeltek annyira a védekezésre, elfáradtak, s a Széphő megint csak betalált. A Szeder nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt és izgalmassá tette a találkozó végét, nagy tettet hajtott végre, 7-5-re nyert. Bíztunk a csapat erejében, ezért alapoztunk a nyáron, bíztunk az erővel, be tudunk mindenki darálni, ebbe bíztunk. Hát 4-1-ről felállni és 7-5-re megfordítani az eredményt, ez rendkívüli teljesítmény. Erre számítottatok, vagy készültetek rá, hogy ilyen mérkőzés? Bocs, igazából 4-1 arra figyeltünk, hogy ne szaladjunk bele nagy vereségbe. Ennyi, és próbáltunk küzdeni. Ennyit el lett. Ott folytattuk, ahol tavaly abba hagytuk. Hogyha a társaság meg lenne a cserénk, mint ahogy most se volt, az első fél időig bírtuk, leiskoláztuk őket, másodikban a csere, elfáradtak, idősek vagyunk, nem volt cserénk, így nem lehet játszani. Nem érzed úgy, hogy tudtál volna segíteni a csapaton? Á, nem, engem eltiltott az orvos, én csak azért vetköztem le, hogyha netántán nem leszünk meg, arra kis időre beállok, hogy el tudjuk kezdeni a mérkőzést. Célkitűzés a bajnokságot illetően? Hát természetesen, hát most sem mondtam azt, hogy ha a csapat együtt van, akkor bárki, mint ahogy az első fél időig lehetett látni, még volt cukfa, azért tudunk mi futballozni. Csak hát már idősebbek vagyunk, kell a csere, ha ez meg lesz, akkor ugyanúgy fölveszik a versenyt, nincs itt semmi gond. És akkor nézzük a második forduló eredményeit. Fészeképítők C plusz V 3-5, Gallon Kft. Cooper SC 2-4, Korál Klubfeca 3-4, Turullány Fedél Kft. 13-3, Süni és barátai Blue hétfő 1-2, Széphő Szeder Bádogos 7-5, Mercurius Tours Bombombolt 3-2. A 13. fordulóból előrehozott mérkőzés Süni és barátai Klubfeca 0-3, itt nem lépett pályára a Süni és barátai, és a 7. fordulóból előrehozott találkozó Klubfeca Cooper 4-5. A tabella a következőképpen alakult.
Vezet a klubfeca, igaz ő 4 mérkőzést játszott, 9 pontja van. Második a Turul, aki 2 meccsel kevesebbet játszott, 6 ponttal. Harmadik a C plusz V, 6 ponttal. Negyedik a Cooper SC, 6 ponttal. Ötödik a Széphő, hatodik a Blue Hétfő, hetedik a Bombombolt, nyolcadik a Korál, kilencedik a Mercurius Tours, tizedik a Fészeképítők, 11. a Fedél Kft., 12. a Bádogos, 13. a Gallon és 14. a Sünyés Barátai. Az 1B-ben is megkezdődött a bajnokság, az első forduló eredményei. Fehérvár Horgászbolt, Vízmű VT, Transman 2-6, Dekkebau Elese, Zöldker 96 Kft. 6-5, Fevita, Truck Trailer SC 5-4, Hungária Taxi, Shell Gáz 3-2, Maratonsport, Polyák BT 2-3, Lankász Köfém 2, Ságépítő RT 3-4, Más Tészta, MÁV Gépészet, Alba Kerámia 57 Kft. 2-5. Az ötödik fordulóból előrehozott találkozó Dekebau Elese, Ságépítő RT 4-3, a hetedik fordulóból Zöldker 96 Kft. Shell Gáz 4-2, majd a 13. fordulóból Zöldker 96 Kft. MÁV Gépészet, Alba Kerámia 57 Kft. 1-7. A bajnokság a következőképpen alakul 2 és 3 mérkőzés után. Első a MÁV Gépészet, második a Dekkebau, harmadik a Vízmű Transman, negyedik a Fevita, ötödik a Hungária Taxi, hatodik a Polyák, hetedik a Ságépítők, nyolcadik a Zöldker, kilencedik a Truck Trailer, tizedik a Lankász Köfém, 11. a Maratonsport, 12. a Shell Gáz, 13. a Más Tészta és 14. a Fehérvár Horgászbolt. Kedves nézőink, műsorunkat vasárnap 16 óra 15 perctől láthatják ismét a Fehérvár Televízió műsorán, új műsorral pedig jövő hét szombaton jelentkezünk a szokásos 17 óra 30 perces időpontban, kérem tartsanak velünk akkor is. Én mára megköszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!